Hello, sziasztok! Itt vagyunk ismételten egy heti hármas adással, amiben összefoglaljuk az elmúlt hét legfontosabb gaming, illetve esport eseményeit, történéseit. Ha szeretnétek meghallgatni minden egyes héten, ezt a kis műsort, akkor iratkozatok fel a YouTube csatornánkra, valamint nyomjátok meg a csengőt, így kaptok értesítést arra, felkerül egy új videó. Ne felejtjétek, hogy egyébként a heti hármas mellett podcasteket is hallgathattok, ezeket is érdemes egyébként folyamatosan pörgetni, mert aktuális témákról érdekes vendégekkel találhattok beszélgetéseket. És ha ez nem lenne elég, akkor ott van még a Spotify, illetve az eSport, ahol szintén meghallgathatjátok egyébként ezeket. Kép nélkül csak a hangunkat, tehát az pont elég belőlünk, én úgy gondolom, mert a lényeg az úgy is, hogy mit mondunk, nem az, hogy hogy nézünk ki, de ti nagyon jól néztek ki. Itt van Stricken, és itt van Dávid, a 12. ember. Hello! Hello! Hello. Sziasztok! Izgalmas témákból nem volt hiány elmúlt héten sem. Szerintem kezdjük azzal, ami egy kicsit azért sokkolta a gaming világot, hogy nem csak a Ubisoft kezdte el megfaragni a játék kínálatát, hanem az ié is. Mit gondolsz, ki, hogy miért döntöttek úgy, hogy egyszerűen azt mondják, hogy néhány játéknak itt a vége, fuss vége. Nézd, eleve az ia van szó, tehát túl sok relevanciát általában nem keresek, és már nem keresek az ő tetteikben, és teszem hozzá, hogy az IA az... Most az, hogy például mi az üzleti meggondolás, ez tulajdonképpen egyértelmű a pénz. Ha valamiből nem jön pénz az IE, akkor úgy lesz fel, hogy onnantól kezdve nem akar vele foglalkozni. És ennyi. Fölmérik a piacot, hogyha nem lehet benne aranykártyás ronaldókat, meg ilyeneket árulni, akkor onnantól ez nem lesz érdekes. Őszintén nem érdekel, hogy az IE mit csinál, de ez az én személyes véleményem. Azt mondják valószínűleg, hogy gazdaságilag nem éri meg, és ezért kivonulnak játékokból. Ez van. De Én népszerű franchise-okról van szó egyébként. Igen, igen, hiszen ugye például az egyik az az Apex, illetve kettő is. Az egyik ugye a mobil verzióját, azt leállítják, ami azért nagyon furcsa, mert májusban indult útnak, és elég jó értékeléseket kapott, elég jó letöltés számot produkált. Ennek ellenére úgy néz ki, hogy kicsit, kicsit elhalt a játék, már ők sem tudják olyan mértékben fejleszteni, hogy akarták, és a játékosok sem fogyasztják annyira, mint azt várták, úgyhogy azt most jól beizárják. A másik pedig egy még be nem jelentett játék volt, még, még, bőven fejlesztési fázis alatt volt, és az a Titanfall és az Apex Legends világában játszódott volna, és, és Titanfall Legends lett volna elvileg a neve, és most azt is, azt is törölték. Az EA-nek úgy tűnik, hogy marad az EA Play, és mindenki örülhet, hogy előfizetéses szolgáltatás keretében Igen. jól tud játszani, ami egyébként egy jó konstrukció, a pénz de ezek szerint ez a két, hát szerintem maga az Apex is egyébként mm. Európa, Pában azért kicsit haldok, nem tudom, Amerikában, oké, okay, de hát kit érdekel Amerika, mi itt vagyunk. Igen, igen. Hát ami ott működik, az egy Európában egyáltalán nem. Tehát ez már egyébként megszokott dolog. Úgy, mint a cod, vagy mondjuk a cod, e -sport. COD mint ESport, ugyanúgy nem számítunk uh, rá itt Európában, amennyire Észak-Amerikában népszerű. Um, úgyhogy Ennyi. rip Rip, egy és, és, és egyébként Rip Titanfall általánosságban, rip mert én például emlékszem kettőj. arra, amikor, hogy mennyire esportredének mennyire éreztem, hogy hú, lehet majd ott repkedni az épületek között, és akkor milyen, milyen dinamikus játékmenet lesz, és akkor lehet egy kicsit ilyen kvékes vonalon elindulva egy kicsit csézni, tehát egyszerek kvék meg csé, nem. nem. Sőt, egyébként út és csé keverékét éreztem benne, nagyon nagyot bukott. Ez én értelmezésem, de a kettő az tényleg jó volt. A kettő jó és olcsó, most akciós volt egyébként, ha jól látom, azt hiszem három dollár életet megkapni, az tudom, hogy már 18 ezer forint körülbelül, de a lényeg, az, hogy, a lényeg, az, hogy, nem volt drága és érdemes egyébként beruházni még ilyen játékokra is, de az ilyen play keretében gyakorlatilag mindent lehet játszani előfizetési és ja. szolgáltatás miatt, és ez egy jó dolog. Na de, hát már érintettük a Ubisoftot, hogy ők is szeretnek kaszálni, van egy projektjük, amit nem kaszáltak el, Dávid, viszont nem is akar elkészülni. Mi ez? Ez a Skull és, és hát itt már volt olyan kollégánk, aki már felvetette néhány hete, hogy lehet, hogy akár még kaszát is kaphatna, csak annyi pénzt töltek már bele ebbe a projektbe, hogy most már nem nagyon lehet visszakozni, és valamilyen formában ki kell dobni ezt a játékot, amit most már vagy tíz éve fejlesztenek. Ugye eredetileg nem is önálló játéknak indul, csak aztán Hát az, hogy ez kerekedett ki belőle az egyelőre még túlzás, mert hát látjuk, hogy, hogy nehezen akar elkészülni, és legutóbb már azt ígérték, hogy de most már tök jó minden, és, és, sokat hallattak előre, de hát tesztelték néhányan ezt a játékot, és hát úgy vélik, hogy ők, ők annyira nem látják ezt a nagy fejlődést, és egy kicsit unalmas lett a játék, meg kicsit olyan, olyan semmilyen, és nincs mögött egy koncepció. Igen, ez a legnagyobb probléma szerintem ilyenkor, hogy van egy forráskód, vagy valami programnyelv, amiben elkezded írni, eltedik tíz év, az már tényleg az az időszak, amikor ugye nulláról el kell kezdened majd átgondolni, hogy hogyan fogod ebbe az új millióba belecsatolni, mert a gaming is úgy, ahogy változik, meg az igények is úgy, ahogy változnak, mint például egy egy régi MMO-t megnézzünk, ahol a 2000-es évek elejéről, vagy mondjuk megnézzük a Vanilla volt, megnézzük, hogy most mi a izigény a teljesen más. Én meg is értem, hogy ha valami tíz évig nem akar elkészülni, Half-Life 3, akkor utána azt ki de. lehet kukázni, de na mindegy, egy nem mindegy, Half-Life is megér egy külön egyébként Pedig én amúgy, bocsánat, csak én nagyon sajnálom, mert én imádtam a Black Flag-et, ugye ez eredetileg annak a, abból merítette az ihletet, miatt, valahol várom is ezt a játékot, de hát nem túl biztatóak ezek a vélemények. A Flag-et mindenki szerette, és volt is ingyenes, szerintem egy, egy vagy két éve, és akkor be lehetett húzni. Ez egy tök jó játék, még a mai napig persze már kicsit elavult, mert mégse egy 2023-as címről van szó, grafikailag nem, de a történet meg a játékmenet az jó, szóval Backflagezzetek -e inkább, mint hogy várjátok a Skull and Bones. Sőt, ott van a Sea of Thieves, ha kaló kalózkodni akartok, az mm -hmm. meg Game Pass miatt szintén előfizetéses, és az tök jó, mert olcsó. Szóval ja, játszatok másokkal, más játékokkal, és a ubisoft meg várjátok. Az azt, hogy majd talán az új Assassin's Creed, na majd az jó lesz. Uh -huh. És akkor majd boldogok leszünk, a Skyland Boss meg el kell felejteni. Na de maradjunk még mindig a nagyon népszerű franchise-oknál. Call of Duty népszerűségi uh -huh. mutatói valahova ahova olyan magasra törtek, mint né, nem olyan rég a forint, a, mondjuk, hoz képest a font. Uh -huh. Na, miért jó? Jó. Miért jó? Miért jó? kód? Mert Mondtad, hogy Amerika kód. Nem, igen, egyszer, az, hogy az a zenészín, szín, egyszer az, hogy most tulajdonképpen azt érzem, hogy a Warzone talán egy olyan kategória, vagy olyan a játék, amit azért például mind e-sportot, mind a casual gaminget szeretik, mondjuk az elsőt szerették, de kezdtek már csalódni, viszont a második az akkora, akkora érvágás volt nekik, nem, nem szeretik egyszerűen, nem szeretik annyira az új Warzone, -t. és inkább a, 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 standard játék most valahogy nagyon jó. Nem tudom, és egyébként ez azért ijesztő, mert ez szerintem igazából egy ilyen zimbardóféle kísérlet lehetne, vagy nem tudom, hogy ugyanazt adott ki megint újra, meg újra, és mindig, ugyanazt a stílusú, érzésű játékot kapod, és hogy milyen, milyen mögött a, 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 hatás, mi váltja ezt ki, egyértelmű módon a, a csorda szellem. Meg egyébként az, hogy szerintem 2023 év elején, nem le, nem, tehát ha elsportolsz, akkor egyértelműen mit játszol, de azon kívül nincs mit játszanod. Jelenleg ezt érzed. Nincs más, nincs más. Itt egy fifás melletted, aki tudja, hogy évben, minden évben ugyanazt kapod meg. Igen, 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 igen. Szóval ért, ebből a szempontból értjük egymást, csak hát igen, a, a FIFA-val FIFA nem lövöldöznek, viszont valahol meg kell lövöldözni, hogyha szeretnél ilyen hasonló dolgokkal játszani. Úgyhogy én ezt érzem most, hogy nincs mit. Egyetértesz egyébként, hogy Ubiszezon van egy kicsit? Hát. Én kevésbé tudom találtam magamnak másik elfoglaltságot, de el tudom ezt képzelni, igen. Meg, meg, ugye, aki nagyon szeret ezt a Call of Duty vonalat, már pedig tudjuk, hogy milyen népszerű ez a franchise, ezt, ezt a Sony is <laughs> igen, csak kihangsúlyozta, ugye ezzel indult az egész Microsoftos Sony háború, még az Activision Blizzard felvásárlása kapcsán, úgyhogy nagyon meghatározó, és és akkor is sokan játszanak vele, ha talán nem sikerült olyan jól az adott címe a, a, a Call of Duty-nak, ami egyébként nem a Modern Warfare 2-re vonatkozik elsősorban, hanem tényleg a Warzone-ra. Mm -hmm. Ennek ellenére tényleg elképesztően sokan játszanak vele, ugye Spanyolországban nyílt most egy ilyen videojátékos múzeum, és abban mutatták meg az aktív játékosokat egyébként, ez tökéletes is, hogy ezt az Activision megengedte nekik, és ott láttuk, hogy több mint 400-re játszottak éppen akkor a warzone meg egyébként a mobilos Call of Duty-val is, és a MV2 is majdnem 200 re teljesített, ami, ami azért szép szám. És az, az, azért még hozzátenném, hogy szerintem most lett így a, a single player storyline így egy, egy kerek egésze. Tehát most azért elég sok minden kiderült, azért nem fogom elmondani, kedves nézők, hiszen lehet, hogy még nem játszottatok vele, aztán lehet, hogy megpróbáljátok majd, de azért az Öreg price történt egy más, úgyhogy um, valószínűleg ezért is sokkal érdekesebb is. Hát ahhoz meg kell venni a játékot, a warzone nem kell megvenni, azt játszod ugyanúgy, farmolod, és a, igen, ezt várják tőled ilyenkor, hogy ugye 100 óra, mind, egy órához képest mindig játszál 40 órával többet, hogy ugye farmold azt a azt a zoomot a kis fegyveredre vorzomba, mert általában ezért szokták még megvenni a vorzont, hogy gyorsabban tud upgrade a fegyvereket, hogy utána majd bemehess a lobbyba, és akkor majd szét, szépen szép puf, -puf, -puf, -puf has mindenkit. Úgyhogy talán még ez is egy extra ok, hogy megveszik sokan a játékot. De egyébként nem rossz, hogyha ki... Tehát én, én amúgy szeretem a játékot, mert ez a fast-paced FPS, ez jó, csak most döntsük már el, hogy akkor ez például az én szempontból mikor lesz e-sport úgy normálisan megint, mert hogy mai, mai mi történik Magyarországon 2023-ban, kod kettőzünk meg, kod négyezünk lanon, és ez tök jó meg minden, de kell egyébként ezzel foglalkozni a kodnak? Nem hiszem hogy ez most e-sport lesz, vagy nem. Nagyon jól keresnek ők ebből, <laughs> jól el van az Activision. Meg a e-sportról tudni kell, hogy ez konzolos. Szóval a code sport persze, az persze. konzolokra Igen. exkluzív, és Xboxokon játszák, és majd ha lesz itt a Sony deal, akkor majd teljesen le kell csinálni a gépparkot is, ezt Igen. ne felejtsük el. Szóval <laughs> itt még háttérben van egy kicsit ez az e-sport rész. A lényeg az, hogy Igen. mindenki imádja a warzone -t. rengeteg cikk születik róla, rengeteg videó születik mm. róla. Szerintem akkor a hype most megint, mint régen volt még a PUBG körül, és nincs alternatíva. Mármint, hogy úgy gondolom, hogy Battle nincs alternatíva, mert gyakorlatilag a Fortnite teljesen más közössége szólít meg, mm. a PUBG az meg most persze jött egy új map, de még mindig kit érdekel, szóval ja. az már meg. meg... Ja, persze. És marad a Warzone, <laughs> az Apex az meg egy megint más stílus, és, mm. és akkor a Warzone ott van, ha csak lövöldözni mm. akarsz gyakorlatilag. Na de, azt hittétek, hogy nem fog szóba kerülni, azt hittétek, hogy nem fog szóba kerülni, úgy is beszéltük, hogy nem fog szóba kerülni, de szóba kell, hogy kerüljön. Aha. Mert hogy Call of Duty, day before. Mert az a játék, az gyakorlatilag egy meme. Én nem hiszem el, hogy ez a játék konkrétan létező dolog, hanem szerintem csak videókat csinálnak hozzá. Mennyibe is kerül egyébként? Vagy is Az van? majd egy triplás játék lesz. Szerintem igen, ugye? Lesz. <laughs> hát igen. De ők elmondták, hogy egyrészt, amit múlt héti adásban is, is mondtuk, hogy, hogy ki vannak akadva még ők. Ők vannak fölháborodva, vagy bárki azt feltételezi erről, hogy ez, ez nincs is valójában, és ez csak egy átverés és kikérték maguknak, hogy még senkitől nem kértek egy forintot se, úgyhogy ha egyébként se lenne mögötte semmi, akkor is semmi közünk hozzá. De tényleg, tényleg nagyon üresnek tűnik ez az új videó, amit most mégis kidobtak. Ez játékmenet videó. Játékmenet videó, igen. Hát nem, nem lett jó összeolózták trélerekből, nagyon jó kis cikk született róla, szik, szik, Szikora úr öss, öss, összeválogatta a jeleneteket, igen. igen. hogy pontosan honnan merítették ezt a 10 percet, tehát a Call of Duty trélerek voltak az a lapok, és akkor abban még belevittek egy Resident Evil, meg Last of Us is, <laughs> gusztustalan módon igen. szerintem, szerintem, mint hogy ez a, ez a plágium, az gyakorlatilag ott van. Együtt a Day Before-ról, felejtsük el, az a játék az Ja, mint a Cyberpunk ne PS4-en ahhoz képest, amit ugye bemutattak még a E3-on vagy nem. Valamikor tudom, nagyon mondani. igen. Így nagyjából lesz kapodja. Fú, na, szóval a before Foron ennyit, de lesznek egyébként jó kis játék megjelenések, majd azokat kövessük. És már van is egy, ami. Amikor ezt hallgatjátok, akkor már lehet játszani azoknak, akik előrendelték a játékot, és már múlt héten kijöttek az első pontszámok, ugye vasárnap magasságában a Hogwarts Legacy-ról. Uh -huh. Van egy podcast, ami megjelenik pénteken, szintén ebben a témában, azt hallgassátok meg, de addig is Hogwarts Legacy csak egy rövid véleményt. Mit gondoltok róla, kezdjük ölet, Patrik. Patrick? Um, én nem vagyok egy nagy Harry Potter fan. Akkor tehát légy szíves most. Természetesen pár, most akkor sziasztok. Nem, tehát hogy viszont fogom játszani, tehát azért vagyunk már egy páron, akik már valamilyen szinten közelebb állnak ahhoz, hogy meg, megismerkedjenek a játékkal. A, a, mém kultúrát mögötte nagyon jól ismerem. Uh, nem tudom, tehát hogy nyilván a, értem a hype-ot mögötte, nagyon jó, játszani fogok vele minden bizonyal. Um, csak mikor már, nem tudom egyébként, ez egy jó kérdés, hogy med, mióta húzódott már egyébként a Hogwarts Legacy, hogy megjelenik-e, vagy ilyen, nem tudom, hogy mikor kezdték ősz, el, hát, ősz volt az mikor tavaly az az el beszélni róla, hogy, hogy jön, fél jön, év, jön. Majdnem egy fél évet. És azért arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy direkt nem nézek meg ilyenkor, hogy általában ilyen gameplay videókat, meg semmit, hogy majd a... a... Nem mutogatta neked a sarokban? Hát engem oda hívott, hát és addig a, becsuktam egy a, a szememet, ja, itt szóval igen, az, a, úgy voltam vele, hogy majd akkor melepődök meg ahhoz képest, hogy mi van a trailerben, a nékes trailerekben, ugye, meg hogy mit fogok látni, mert nem tudom, olyan lehet, mint a Pokémon, amikor kiesel a pályáról, meg ilyenek ahhoz képest, amit kapsz, úgyhogy nem tudom, nem mélyültem el nekem, ugye, nem tudom. Nem vagy Harry potter és nem, nem, majd majd, nem, ez van. Büszkén vállalom. Így van, így van, így van, én lövöltözök. Nem. Lövöldözős vagy. Itt de, meg csak de, pálcázni lehet. Dávid, de, Dávid, te hogy állsz a hely. Ez is kávé. Egy, kicsit, igen. kicsit, egyet értek Félik Patrika, Félik meg nem, mert annyira én sem vagyok nagy Harry Potteres. viszont én meg pont ezért néztem meg előzetesen a trélereket, meg hogy mit várhatunk tőle, mert nekem ez alapján nagyon tetszett. Tehát, hogy én tényleg nem vagyok egy nagy Harry Potter fan, ennek ellenére ez a játék ez megfogott már viszonylag korán, is, amikor Hát voltak, akik kongattak vészharangokat, hogy ez nem is lesz feltétlen olyan jó. Vállalom én voltam. <laughs> Ak akkor, is, akkor is azt éreztem, hogy de ez nekem tetszik, aztán max maximum nem lesz olyan jó. De, de jó, de a első kritikák igen. alapján, első kritikák nagyon alapján jó. tényleg jó lett. Nagyon jó lett. És mivel az idei év az még mindig kicsit nyugi a COVID-ot, meg most ugye tudjuk, hogy itt zajlik egy kis háború mellettünk is. Azért ennek függvényében pont arról beszéltünk a podcastbe, majd hallgassátok meg, nem megyek bele a részletekbe, hogy azért évjátéka esély ott van, mert alig lesz játék most, nincs nincs, of Forum, nincs Last of Us, nincs semmilyen igazán nagy címünk, nincsen Na majd e -deringünk. a day Na majd a Day before Na de, ne még, el. Egyébként még azt akartam lesz. mondani, hogy bocsánat, a Harry Potter kapcsán, hogy még egy régi, most megnéztem, mikor jelent meg, 2001-ben jelent meg egy Harry Potter játék, még nagyon régen. A legelső. Rend, akkor, még a legelső. Nagy, akkor voltam, hogy a durván, akkor mondjuk 10 éves, amikor hmm. az játék, tehát öreg vagyok. És akkor a, az, ab, abban is már voltak azért azok a megoldások, hogy ha annál azért nyilván sokkal magasabb szintre ugrik most ez a játék, de... Nem kicsi. Nem kicsit, szóval azért mondom, hogy csak így gegelni akartam mm. saját magamon, hogy ez a, ez a viszonyom nekem a Harry Potter játékokhoz, meg ugye általában a követésükhöz, de, de jó bulinak tűnik. És örülhetnek a Harry Potter rajongók, mert azért kevés jó videójátékos adaptációja van ennek a világnak. Tehát azért voltak már próbálkozások, de... Na jó, kettő, én, kettő. Mm. Igen. Van én. És, és ha ez tényleg mindenkinek tetszni fog, nem csak ennek a néhány tesztelőnek, aki, aki már kipróbálta, akkor akkor az végre nagyon-nagyon jó lehet ennek a rolling univerzumnak. Igen, amikor hallgatjátok, ugye szerda van, akkor az azt jelenti, hogy most már nyomhatjátok az előrendelők, de előrendelni nem szabad. Szóval ne rendeljetek elő El soha semmit, várjátok meg, amíg megjelenik teljes verzióban mm. a játék. Ha Cyberpunkról van szó, akkor várjátok még másfél évet, és akkor utána jó lesz. Meg az összes Bethesda játék ilyen. <laughs> Na hát, nem, nem. Játékadaptáció a filmvásznon. Uh -huh. Azért tudjuk, hogy a Last of Us dübörög ezerre. Most volt egy kisebb csúszás is, mert hogy a, ezen a, hogy volt, hogy szuperból miatt majd át kell alakítani a menetrendet. Last of Us követitek? Nézitek? Igen, igen, igen. igen. Jó? Jó? Én nagyon élvez. Én a, nagyon nehezen indult be, én nem játszottam a játékot. Tehát, hogy így kezdtük, Jó, ez teljesen hogy... új akkor neked minden? De teljesen új volt, és, és szerintem pont ezért érdekes, mert így össze tudjuk hasonlítani például itt a stávon belül, hogy azok, akik fanatikusok, mint Tokai kisbarátunk, ugye, ki, aki nagyon-nagyon szereti, meg én mondjuk, aki Ja, valamelyest ismerem a storyline, de azért nem mélyedtem el benne, hogy hú, most akkor én ráfüggök erre, a, erre a gombás sztorira. E, és ke, be, kellett egy kis idő, hogy akklimatizálódjak. Az új, az új rész, ugye most akkor ez az adás szerdán megy ki, tehát most ezen a héten volt a negyedik rész. Így van. Ezt meg is néztem tegnap, és kifejezetten élveztem. Tehát én nagyon-nagyon élveztem. A, 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 én tetszik az irány, ahova halad. Most, most, valahogy azt érzem, hogy megint. Most elkezd. nagyon jó. Most, most kezd van. valószínűleg felpörögni. Tehát eddig volt Mert egy a kis... harmadik az kicsit így építkezik. Igen, volt, igen, és igen. Akkor most indul be. Igen, igen. Mint ez egy teljesen önálló epizód lett volna, úgy, így, 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 mint hogy egy ilyen zsákutca. Mm -hmm. Aztán ugye kiderül, hogy nem, a legvégén, de a negyedik rész, az, az, az mindent így elindít, és így borítja a kártyavárat. Bírom, tetszik. Én nem nézem, én nem, nem annyira nem, követem, de, de a környezetemben, mm. hát itt az irodában szinte mindenki, úgyhogy azért hallok ról a bőven, meg van viszont olyan barátom, aki a játékokat, nagyon szereti a játékokat, és neki például nem tetszett a eddig a sorozat. Úgyhogy már ilyen az véleményt az az is hallottam, de azért, de azért ő az van kisebbségben. Igen, Al alapból ez a sorozat most úgy tűnik, hogy a valaha volt legjobb videojáték sorozat lesz. Persze ez, ott van az Arkane, Igen. illetve ott van az Adgeners, Cyberpunk Ageners, mm. de ez élőszereplős, szóval Igen. ne felejtsük, egy élőszereplős mm. átültetés nagyon nehéz. Pedro Pascal és Jenny, a Márius videóját megnézőtek meg, meg egy van cikk róla, nagyon vicces lett. Na és akkor még egy sorozatos hír, Hát Anya Taylor Joy nekem nagy kedvencem, a hát, Queen, hát, Queen's Gambit a Queen's Gambit meg megszerettette az egész világgal a sakkot, és úgy tűnik, hogy akkor ez nem csak az első évad, hanem lesz több is. Hát euh, tulajdonképpen miről is van szó, hogy most kiírt a Twitterre, hogy Queen's Igen. Gambit 2, de csak ennyi, tehát csak, csak trollkodik? Ennyi, ennyi volt, hogy Queen's Gambit 2, és ez mm. 5 perc alatt lekerült körülbelül, de nyilván ezt rengeteg annyira lementették, és és azért is volt gyanús, hogy ez most mi lehetett, mert ő korábban már mondott olyat, hogy nekem, hogy nagyon tetszett ez a szerep, és akár még folytatást is el tudnak képzelni. Ráadásul az előző posztja 2020-ból, 20-as ez a sorozat, igaz, jól emlékszem, 20-ból volt ez a poszt, amikor ünnepelték, hogy milyen jól sikerült. Tehát azóta nem posztoltam, hogy Twitterre, ez volt az első. Majd nem sokkal később, egy-két órával később Instagram Story-ban írtak, hogy meghackelték a Twitterét, és nem is ő, nem is ő írta ki. És akkor, akkor írtam azt, hogy hát azt írta, hogy nem ő írta ki, azt nem mondta, hogy nem készül második évad, ezt nem tudhatjuk. Viszont érdekesség, hogy azóta megnéztem, és most már le van lakatolva a Twitterre, és csak akkor láthatod a posztokat, ha bekövet. Ha, Á, ha engedélyezte, engem, hogy jóvá igen. igen. Én még nem jutottam be, úgyhogy azóta nem tudom, hogy mit. kérvényeztem, de nem tudom, hogy azóta miket posztol, de. Szólok neki, hogy engedjem. Igen. Úgyhogy hogy azóta, azóta egy kicsit így a levegőben lóg ez a történet, de Vezérts el egyébként magyar címen. Igen, igen, igen. Jó, jó, az a sorozat egyébként, tényleg, és a sakka az gyakorlatilag e -sport lett. Aki követi egyébként a, a Twitch-en az esport közvetítéseket, a sark az így tarol. Sak és... meg Excel, tudod, meg mind, Excel, minden, minden, van, minden, mindenre van valami. és Én. egyébként a shak tényleg ott van a, a Nakamura, azt hiszem, igen, meg igen, ott ő. van ugye Magnus Carlsen, és akkor ők ketten bohóckodnak általában mindig, mm. és ezt nézik ilyen több tízezren, meg milliók követik őket. Nagyon durva a sok. Tök jó, meg elég jó videók is születnek meg Twitch-en, és egy elég népszerű kategória lett, szóval így mind a Queens Gambit kapcsán uh, megint tulajdonképpen mainstream lett, meg így igen. támogatott, így támogatott kvázi sportá vált. Még itt egy, egy, egy gondolat itt a vezércsel kettő kapcsán, hogy én, én, annyira utálom, utálok hitelbe izgulni bármi miatt. Mm. Tehát az, hogy most valaki kiírja, hogy a Queen's Gambit 2. Majd ha jön a trailer, kis barátok, majd akkor arra azt mondom, hogy jó, akkor most jön, most minek kezdőben rágni már a körömet, mert a, mit, tam, én, megint a Half-Life 3-as példát mondhatnám, mióta egyébként szóba került, hogy majd lesz, meg aztán nem lesz, meg Sky and Bones, meg milyen jó lesz majd játszani az új Diablo-t, ami tényleg jó. Ami megint jó. Most ami úgy történt, megint hogy jó de a, igen, hát igen, meg, a, meg mennyire jó lesz majd a Reforged, ugye? Meg az is, hogy láttunk trailereket, és akkor mennyire jó meg a szóbeszéd, hogy lesz. Nem, nem izgulok hitelbe. Ki megjelenik a játék, ki jön a trailer, jó, köszönöm szépen, azt, hogy most a a, az, az, Anya Taylor Joy most éppen mit ír ki a Twitterére, ez most olyan, mint hogy ha nem e-mailbe írod, akkor az jogilag az nem, nem nyomatékos mm. tehát, sztori, ennyi. Tehát, hogy nem, nem szeretek ezekre alapozni, hogy ti se tegyétek, nem kell belátni dolgokba lehet, amiket nem, amik nincsenek ott. Nézzétek meg a menüt Anya Taylor joy és akkor az jó lesz. Az viszont nem rossz. Jó lett, jó Nem lett. rossz, elkezdtem. Na, remélem, hogy. Jó lesz. pár jelenetet láttam. Azért. Ú, az mondjuk erős, erős, erős kontent. Mm. És ha már egyébként. Főznek benne. <laughs> Est... azok a kaják, utána olvastam. Nem, az... ide, nem, nem ide tartozik, de a kaják jól néznek ki, csak ugye nem eredetik, hanem ilyen plastik dolgok, de annyira jól néznek ki. Egyébként a Hannibába is hiszem, az mm. volt mm. a recept. Na, de akkor most egy kis kitekintés, hogy mi történik nálunk a háttérben. Ugye észrevehettétek hogy volt mm. már kritikánk filmről. Erről most téged kérdezlek, hogy sajtóvetítésekre akkor jár az Esport egy? Igen, a mai nap folyam... Filmán, ami, ami az tegnap. adásba kerülésében tegnap voltam a, a Bálna című filmen, és ami február 9-én jelenik meg azt hiszem a publikum számára. És nagyon érdekes film, ugye Brandon Frasernek ez a nagyon hosszú idő után visszatérő filmje, amiben uh, egy túlsúlyos uh, online angol tanárt játszik, ami a trélerből is kiderül, próbálom nem spoilerezni akinek van egy lánya, és hát nagyon sok dilemmája van, traumákat élt át, és a traumákra különböző reakciókkal reagál, és borzasztóan kemény a film már csak azért is, mert amikor valami abszurditást lát az ember, akkor egyáltalán nem tudja eldönteni azt, hogy most ezen egyébként sírjomban nevessen, csak az a baj, amikor két órás a film, és egy óra, ötven percig ez van végig, hogy Kivel, kivel, kivel osztod meg, vagy kivel szimpatizálsz egyébként a helyzetben, aztán kiderül, hogy lehet, hogy nem is azzal kell. De nagyon óvatos vagyok ezzel. Én, én legalább kétszer elpityerettem alatta. Én erre nagyon érzékeny vagyok, erre a témára. Úgyhogy igen, igen, a Bálna el kell menni, meg kell nézni. Nem hiszem, hogy a, nagy, a széles vásznat megéri, mert amúgy egyébként tökéletes, hogy 4-3-as. A, hát a, hát, a, a, formátum. Ezért például, ha Brandon Fraser, Fraser elmaszkírozva tagadt, bocsánat, hogy egy túlsúlyos, hát akkor még nagyobb lesz. Tehát, hogy <laughs> Ez a lényege, ennek a hatáskeltés ott volt. Igen, 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 És se mindig a képernyőt. Érdekes, amúgy, hogy a film ugye elég komoly, elég, elég komoly kenszerezés alatt van, igen. mert hogy tulajdonképpen a túlsúlyt, mint egyfajta ö, negatív képet fest <laughs> le. <laughs> igen, hát, jó, hát akkor meg kell nézni ugye a filmet. Egyébként ezt ajánlom akkor mindenkinek brutális. Elképesztő. Tényleg. Tehát, hogy... És Oscar jelölés is kapott, és e egyébként. És Brandon Fraser el elment a, átvenni a díjat. Nem is nem az Oscar, hanem a... Mit kapott? Valamit kapott, most hirtelen akartam mondani. Nem, nem valami, nem valami, kis díjat. A... Igen, és még röhögött Golden is magán. Igen, és még röhögött is magán, hogy hát általában ezt a díjat ő szokta átadni, most egyébként meg ő, ő kap egy ilyet. És elment, és akkor fölállt, és áll, ovációval tapsolták 5 percen keresztül, mi, mi alatt um, ott abban a gyűrött, gyűrött gatyájában, ott a fa, az gatyájában állt, abszolút nem fölkészülve arra, hogy ez mekkorát szakíthat. Klep, klep, tényleg durva. Nagyon. Respekt. Respekt. Egyébként a lényeg az, hogy sajtóvetítések vannak, ezért filmkritikák vannak az esport egyen, olvassátok, nézzétek meg a kis trélereket, ha nem akartok Hú. túl sok információt, valamint Valamint, ja, nézzetek filmeket, meg az oscar majd az is lesz mm. hamarosan, és is beszámolunk természetesen folyamatosan. És akkor még ide egy utolsó két dologról kéne még beszélni, az egyiket kihagyjuk. Bicser az mm. most majd legközelebb. Marad a Grammy. Hogy ez volt a történelem során a második olyan alkalom, hogy videójátékhoz kapcsolódó díjat adtak át a Grammy. Ez volt az első, ami kifejezetten videójátékos, de tudjuk, hogy a Civilization 5-nek, vagy a 4-nek volt a zenéje, amit már egyszer díjaztak ebbe a kategóriába. Miért jó ez nekünk szerinted, Dávid, hogy a videojáték és a Grammy összekapcsolódik? Hát mindenképpen jó, hogyha a videojátékok is, a, ezzel kicsit az e-sport is minél szélesebb közeg számára lesz elérhető, meg, meg nyilvánvaló is, és a videojátékoknál is az a része is nagyon jól fejlődik, vagy az a része is nagyon jó, hogy milyen zenék vannak, vagy milyen hangulatot fest a játék alá a, a háttérzene, és én személy szerint nagyon örülök neki, hogy most már ezt is díjazzák, és ezt is értékelik, hogy milyen, művészi teljesítmény is van mögötte, meg milyen, tehát milyen, jó minőségűek lesznek tulajdonképpen. A Game Awards on csak volt az, amikor ott is átadják természetesen, de saját, gyakorlatilag a saját valóságukban a díjakat a gémerek a gémereknek, és ott is volt élő performance például az összes játékra, amit jelöltek, ebbe a kategóriába, zene, illetve audio design, stb., és elképesztően -e jó. Olyan, olyan, kompozíciókat írnak meg, hogy az így ledobna az a játék is ezek a 60 pluszos öltönyös filmezzen és úri emberek elkezdtek szépen lassan fokozatosan rájönni arra, hogy pont annyian játszanak videójátékokat, mint ahány, ahányan filmet néznek. Ha csak nem, nem mondom, hogy többen, mert az eléggé képtelenség, de komoly verseny van a kettő között. Ha már csak a game, valaki a gameplay videót külön megnézve, mondjuk nincs olyan gépe, szóval Szépen lassan, fokozatosan, de elindultunk egy olyan irányba, ahol azért ezeknek a díjaknak és diazásoknak van létjogosultsága, és én ezt amúgy bírom, hogy a Grammy ezt így meglépte. Egyébként embere válogatja, hogy most akkor mennyire jött be a zene, de... Most persze. Na mindegy, viszont valakinek oda kellett adni ezt a soundtrack szkort és tök jó, tök jó, hogy van egy ilyen díj. Erről csak ennyit. Ki kapta meg? Uh, hogy hívják ezt a Stefani? Ő, ő, ugye? Igen, igen, ez a Stefani Economo, ekon nem tudom, hogy kell kimondani, bocsánat, de ő, ő nyerte ezt ez az a, az a az legjobb filmzenéért járó, járó, járó díjat. The Dawn of Ragnarok, Down a of rogner igaz? Igen, igen, igen. Címe... A kiegészítő DLC díj hc yeah. Valhallához. Egyébként az is olcsó, azt is játszátok. Én megvettem, és 20 perc után rifándoltam, de az én vagyok. A lényeg az, hogy a Valhalla is na, nagyon Na nyugi. Ég meg ég. egyébként azt akartam még hozzátűzni, hogy egyébként ez a játékok számára is egy jó út, vagy jó irány lehet, hogyha lesz, ha szereznek egy olyan zenét, vagy szertesznek egy olyan zenére, ami ikonikussá teszi. Tehát azért a filmes világban van jó néhány franchise, és pont a legnagyobb franchise-oknál, hogy ha meghallod a zenét, Harry két Potter másod... győrűkora Harry... Igen, két másodperc alatt tudod, Pontos hogy miről van szó, és ez, ez a játékoknál is van. Igen, a játékon ez még nem jellemző, hogy felcsendül egy dallam, akkor rögtön hát. Éh... asszociálsz. Vannak persze olyanok, aminél már ez így beugrik. van a WoW a... soundtrack, van, van, a, van, az Alice Bobos Storm zene, amire egyébként bármikor bárki felkapja. Vagy a Ali, fogalmas, nincs az fogalmas ja, az nincs de az a zene az meg lenne, bármikor hallaná, de akkor tudnád, hogy ez, ez bof. Nekem a Dragon Age Inquisition menüzenéje az, ami nagyon ilyen hatásos. No, hát, neked ez az, az, az. 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 Na, a lényeg az, hogy ennyi volt a gaming és filmes uh -huh. szegmens, és akkor most menjünk rá az esportra. Tudjuk, hogy az elmúlt hetet kéne, de most az elmúlt napok eseményeit foglaljuk össze röviden. Kezdjük szerintem, kezdjük a Cségóval, mert ott Legyen nagyobb az. trauma volt az, hogy mi történt. PTSD-n van azon kívül, köszönöm kérdésedet, ugyebár február 1-12 között van az IEM Katowice 2012, a plén az már lezárult, és nagyon szerettem volna az adásban még arról beszélgethetnék hogy Torzsi még és a Május Sportsben van a a versenyben. Hát a play nem kellett játszaniuk. Egyébként azt hiszem, az összességében még ennyi gondolat, hogy a Mahoz kapcsolatban, a 2022-t úgy zárták szerintem, ahogy, ahogy, ők abszolút nem is várták, ezt egyébként Torzsi is mondta és én nagyon remélem, hogy a jövőben kitart a lendület, és most ez nem fogja őket, őket falhoz vágni. Szóval az a lényeg, hogy van-e azért meglepetésbőséggel Katowice kapcsán, így például az, hogy a, a olyan csapatok, mint az IHC eSports, akik a, a mongol csapat elverte, de ez igazából az összes brazil csapatot ők verték ki szinte, Ök, ők kijutottak még a playing szakaszból, és utána, hogy ez nem lett volna elég, még a cloud 9 az alsóági döntőben elke, elkezdték lepuffogtatni, és végül a face estek ki, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek a későbbiben hogy az IHC-ról, IHC ról ihc e uh, érdemes lesz-e figyelni. Bocsi, ide beszúrom azt, hogy az IHC és e ra találkozhattatok, a követtétek az ISF világbajnokságot, így van, így mert ők voltak van. a mongol válogatott egy És a, talán a másodikak lettek másodikak ott, lettek, igen, igen. Mert ott meg a, a, Blue Jays nyert, akik azóta onnan meg is rúgtak egy tagot. Szóval ami, ami nagyon izgalmas szerintem mi mérkőzések tekintetében, az az, hogy megint lesz egy Navi g pár, Harc, vagy ma, vagy holnap, de valószínűleg tudni fogjuk az eredményét. A jelenleg a G2 az állandóan bucira veri a Navit, ami ami nekem fáj, Leszkinek nagyon jó, de nekem fáj, Bizt, minden esetre jobban megérdemli a G2 jelen formája szerint. A lényeg viszont, hogy a Mausport. Szóval kettő egyre kikaptak az OG-től, egy olyan mirázson, ahol hát overtime-ban. Tehát hősiesen küzdöttek, de az új OG az valamit, valamit nagyon jól csinál itt Dexter érkezésével, és szerintem amire ők se számítottak, az a komplexity elleni vereség, ezzel pedig az utolsó magyar érdekelség is elbúzott, elbúcsúzott. Az is kettő egy lett. Az is kettő egy lett, ráadásul igen, és, és nem is olyan nem, és, és ez semmi nagy szakadékos, tehát nem egy ilyen nagy szakadékos meccs volt, hogy mondjuk 16-3, 16-4, nem, 16-9, 16-12, 16-12. Én söntön ráadásul, ami mahoznak egyébként nem egy rossz pályája, ott kikaptak. Viszont a Complexity most egy olyan átalakuláson megy át, amivel szerintem így nem sokan számoltak. Hiroik ellen is hoztak egy pályát, tehát könyörgöm, elképesztő. És uh, Twitch.tv per Esport egy tévén közvetítjük egészen február 12-ig a, a, döntő összecsapás lesz majd akkor. Hát, hogy most arra ki esélyes, ezt egyelőre nem tudjuk, hát a mahoz itt sajnos nem, de azért játékban még a Féz, a likvid, a Hiroik a Navia G2, még egy darabig, és hát még a Vitality például, akire majd érdemes lesz figyelni. Outsiders, mi van? Ők a, outsiders, a Rio Major címvédői. Outsiders, ők köszönik szépen, jól vannak. Hát most ők ugye játszottak a Fnatic ellen. A, a Fnatic is most egy egészen más, egy ilyen érdekes paradigmaváltáson megy keresztül. Szikora megedzi a, őket igen a, a Firepower, tehát olyan tűzerő van mindegyik játékosban jelenleg, ami, ami eddig nem volt jellemző. Tehát a vertigós Vertigon láttam őket, ahogy felmennek a rámpán, iszonyatosan fegyelmezett volt a brigád. Fanatik már elképesztő, hogy mennyire jól játszottak. És az NIP-t viszont utána elverték, és most nagyon kíváncsi leszek, hiszen az OG-val fognak összecsapni, ami pontosan megtörténik. Ha minden igaz, akkor ez a mai, nap, mai napon, amikor a felvétel zajlik, akkor éppen zajlik ez a mérkőzés. már kimegy, akkor ennek lesz végeredménye. akkor ennek lesz végeredménye. Esport döntőbe, magacik. igen, ez egy döntőbe jutó. Hmm. Uh, Csörte, és aki itt búcsúzik, az kiesik. Az Outsider szerintem az egy ilyen one long volt mm -hmm. egyébként mm -hmm. a Rio major en ezt azért hozzátenném, hogy én azért, én utálom a játékokat, borzasztó. Tehát rossz nézni, de egyébként megnyugtat mindig, megnyugtat a Torzsival, amikor beszélgettünk itt egy pár órán keresztül, egy esport egy podcast kapcsán, akkor, akkor, elmondta ugyanezt, hogy nagyon, nagyon idegesítő az ő játékstílusuk, de mégis van benne valami valami olyan, amit senki más nem tud elmondja a világon, csak az outsiders. Hát, Top 20 volt az egy Jamie, és azért ez egy nagy dolog, hogy beválogattak abból a csapatból. sek mindig ott vannak a HLTV Top 20 -ban. Hát például Simple is mit keres ott az első, Hát kiváló kérdés, most nem tudom a tavé. Hát 23 már nem lesz ott. Már nem lesz ott. Nem. Viszont nem lesz ott a fanatik, illetve az egyszer sem. Egy gyors átkötéssel az Elissi 2023-as téli szezonjának csoportkörében. Mi a fene történik? Hát véget ért az Eliszi alapszakasza. Jövő héten már a körül indulunk. És hát már igen. ezen a héten, ezen a héten. Igen, bocsánat, már ezen a szombaton. héten. Igen, még, a, még az átállás még nem egyszerű. Igen, tehát már ezen a hét végén szombaton indul. És ki uh, elbúcsúztunk két csapattól, a Fanatiktól és az Excel-től. Hát, hát azért előzetesen ez óriási meglepetés. Szerintem mind a két csapatra mondhatjuk azt, hogy hát előzetesen nem ide vártuk őket. Nem, nem, is feltétlenül gondoltuk, hogy ők lesznek majd a bajnokok, de azt, hogy még a csoportkörbesek mennek tovább, az, az tényleg óriási meglepetést, Szerintem sokan például az Astraliszt várták, akik sokáig ott is álltak, de itt az utolsó hétvégén nagyon szépen összeszedték magukat. Úgyhogy, úgyhogy azért van izgalom bőven is, és az elején nagyon egybe van a mezőnynek, úgyhogy izgalmas párharcokra lehet kirátás mindenképpen. Én most nem várok olyat, hogy valaki nagyon végig az egész itt továbbiakat, a, hát a rájátszást is, illetve a csoportkört. Igen, erre van esély, hogy nem lesznek akkora a különbségek, mint az előző szezonokban. Szombaton 6 órakor kezdődik az első BO3, és innentől BO3-ak -ok lesznek 5 játéknapon keresztül, utána majd a hatodik, ami még belelógna, az már egy BO5 lesz, és az a rájátszás megnyitja két hét múlva a hétfőn. Amit tudni kell, hogy Loli Sportson vannak droppok, rájött is mondta, én is kaptam már jó sok droppot, szóval nézzétek Loli Sportson magyar IP-vel, és akkor rögtön droppok is vannak, meg magyar kaszt is van, és az a legjobb kombó, de amúgy esport egyen is nézhetitek, meg Youtube-on is, meg mindenhol is. Na a lényeg az, hogy BO3-ak vannak, talán ez segíthet a MEA régiónak, hogy nemzetközi szinten is megállják a helyüket, egy gyors kérdés még vissza Torzsi, az mikor lehet vele legközelebb találkozni? Milyen verseny van, ahol játszik? Uh, Nem Ezt. tudom sajnos, hogy mi lesz a következő. Nem tudom, te tudod fejbe? Vagy? Nem, egyébként én sem. Csak most így kíváncsi lettem volna, hogy most aki, nem jut miatt érde. nézte, akkor a viccem, sokan vannak, azért ne felejtsük el, a, mert hogy tele magyar érdekeltség és egy nemzetközi verseny, ez egy nagyon király dolog. Addig most google akkor nagyon Hú. van a kamera. Szóval az most, az most gondolhatja, hogy akkor most legközelebb mikor találkozhat kedvencével. Egyébként a kis is van magyar játékos. Szóval most a mouse úgy tűnik, hogy felkarolta itt a magyar tehetségeket. Igen, bocsánat, egyébként azt hogy valóban az RPL, csak én valami március emlékeztem, február 22-26. Vagy február 22 március 26, ez az RPL az mindig a leghosszabb buli. És nagyon hosszú meccs Nagyon hosszú. Mindig BO3-akat, jó kövér mindenki játszik mindenkivel, érdemes lesz nézni, mert biztos, hogy a nagyon nagyot fognak menni. És hát majd a Blast TV Paris, Paris Major 2023 majd azután. Paris? az pedig április 6-9, hát megint a nagy probléma a jelenlegi csével, hogy folyamatosan verseny van. De, vagy nem tudom, folyam, az e-sporttal szerintem, hogy, hogy nem lesz pihi. Tehát február 22 március 26-tal nyomják az LPL-t, utána kapnak 10 napot, egy hónap Gamesco után, és akkor utána egyből mennek Majorre, majd utána egy hétre rá, álljen Brazil. Az igen, utazhatnak a át. Kemere, igen. Ja és utána legyen megint egy ESL Pro League season 18. 8, jön, igen, az megint öt hétig meg. fogják egymást a World uh, én, én nem is szeretem egyébként az EPL-t, most bevallom őszintén magát a formátumát. Hmm. Szerintem ez nagyon megerőltető. Mártán van, nem is annyira jó. Szerintem maga a verseny nem látványos. Öm... Merekednek a játékosok már meg megcsinálnak ilyen dolgokat. A lényeg az, hogy szerintem nagyon feszített a tempó, és ez éppként nézőnek is megterhelő, hogy folyamatosan minden nap 8 órákat üljön a... a és ezért nézik csak azokat a meccseket, amiket érdekli, nem olyan, mint a ló, hogy tudod, igen, aznap 5 órát ott kell ülnöd, és akkor végignézed, és akkor az tök jó neked. Igen, hát szerintem, és ez majd egy ilyen podcast téma lehetne, inkább nem így a heti 3 része, hogy, hogy aki föltalálja azt a formátumot, amelyikben megint az e-, megint az e ott izgalmas lesz, izgalmasabb lesz nézni. Most itt gondolok például a CGS-re, ami ugye óriási bukott itt még 13-14 évvel ezelőtt, Jézusom, de rég volt. Most már róla egy cikk az esport egyen. Igen. Egy ezt, e elolvasni. De se... Striken ötletére megért a Sziki? Az igen, 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 be az ötlet, szikán, igen. Betobtam a meg Majd, megnézem, még nem Szóval igen, um, aki, feltalálja aki azt a formátumot, amivel megint nézhető lesz az esport, hogy megint egy kicsit izgalmasabb lesz, nem az, hogy utána ugyanazok a csapatok, ugyanazokon a pályákon, ugyanakkor, ugyanazért a komoly pénzekért küzdenek meg, amit tényleg tök jó, tök látványos, meg tök jó karrierút. Csak nekem hiányzik egy pici, még egy nagyon-nagyon még nagyon pici. Kéne igen, 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 igen. És a CJS egyébként egy érdekes dolog volt, csak túl korá jött. Egy Na mind. majd erről beszélgetünk legközelebb. Egy kérdés hozzád. A nyitó meccs, ha jól tudom, akkor Vitality Heretics igen. lesz. BO3, kinyer. nyert? Hát, És mi lesz a végeredmény? Húha, hát a végeredmény az már egy jobb kérdés, Szerintem 2-1 lesz. És a Vitality jut tovább. De egyébként én a többi párosításnál is úgy érzem, hogy aki a jobb szíden van, az, az fog továbbmenni. Most egy kicsit, én úgy éreztem, hogy szét van szakadva a mezőny kicsit. Az első négy, tilányba. meg a második négy? Igen, hmm. úgyhogy én ezt várom, aztán száfoljanak rám. Igen, izgalmakban nincs hiány, illetve abból sincs hiány, hogy heti hármas adagotokat megkapjátok minden héten. Esport egy YouTube-on még egyszer iratkozatok fel, és nyomjátok meg a csengőt, valamint Spotify-on is lehet egyébként követni az Esport egy podcastek csatornátot, és megtaláljátok az összes ilyen kis adásunkat. Legyen tényleg az podcast, legyen az egy életút interjú valakivel. Most volt például nem olyan rég Paplovag, előtte volt Torzs is, de volt Blurzoros is. Szóval egy nagyon-nagyon sok exkluzív tartalmat találhattok, és legközelebb is majd találkozunk, az elmúlt hét eseményeit összefoglaljuk röviden, addig is legyetek jók, hello, hello.